mindenkinek minden olyan szolgáltatóhoz be kell mennie külön-külön, ahol pénzügyi számlája van, és ott az azonosítást el kell végeznie. Mondja Gáspár Csaba, a Hungária Takarék ügyvezető igazgatója. A tapasztalatok azt mutatják, az emberek egyelőre nem mérik fel annak veszélyét, ha nem tesznek eleget a törvényi kötelezettségnek. Mondok erre élő példát. Például, hogyha egy bankban a pénzforgalmi számláján nem végezte el az újraazonosítását az ügyfél, akkor például a kártyáját másnaptól nem tudja használni. Vagy a pénzkiadó automatából nem tud készpénzt fölvenni, nem tudja a pénztárban a pénzét magához venni, nem tud utalásokat indítani. Én azt gondolom, hogy ez a mai világban ezek elég súlyos következmények, főleg úgy, ha valaki nem készül föl rá, és nincs tisztában ezzel a problémával. A pénzmosási újraazonosítás elvégzésére kötelezettek a bankok, a takarékszövetkezetek, a biztosítók, a lakástakarékpénztárak és az értékpapírkereskedők ügyfelei is, vagyis több millió pénzügyi számlával rendelkező személy. A procedúra valóban csak néhány percig tart, ám ha az utolsó vagy az azutáni percben akarja valaki teljesíteni a kötelezettségét, hosszú sorokra számíthat. Nem csak a lakossági ügyfelekre vonatkozik ez az azonosítási kötelem, hanem a jogi személyiséggel bíró ügyfelekre is. Ezt magyarul úgy tudnám fordítani, hogy például a vállalkozások, cégek ugyanúgy kötelezettek az újbóli átvilágításra, illetve a hivatalos terminológiával a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, például az önkormányzatok ugyanilyen átvilágítási kötelezettség alá esnek. Ugye érezhető, hogy itt azért nem kis súlyú kockázatokról beszélünk, hiszen hogyha egy önkormányzat pénzforgalmi számlái 27-től június 27-ig nem működnek és nem lesznek alkalmasak a forgalmazásra, az nagyon komoly problémákat okoz, de ugyanúgy, hogyha egy cég, egy vállalkozás egy vagy több számlája erre a sorsa jut, ez szintén nem kívánatos állapot senki számára. A magánszemélyek az azonosításra szolgáló bármely okirattal és lakcímkártyával vagy ennek fénymásolatával, míg a gazdasági szervezetek a cégkivonattal kell, hogy elvégezzék az azonosítást. A szükséges formanyomtatványok letölthetőek a pénzintézetek honlapjairól. Nem kell személyesen befáradni a pénzintézetekbe, de az, hogy elektronikus vagy postai úton lehet elküldeni a szükséges nyomtatványokat vagy másolatokat, intézetenként változik.